Vitályos Eszter parlamenti államtitkát fogadta Csomazoltán Zoltán Szatmárcseke polgármestere. Ezt az épületet mutatta be a településvezető. vezető. Szatmárcseke önkormányzata még 2018-ban pályázott bölcsőde építésére, amelyre végül 192 millió forintos támogatást kapott. A községben eddig nem működött bölcsőde, az utóbbi években azonban egyre nagyobb igény mutatkozott erre a szolgáltatásra. Márciustól vehetik birtokba Szatmárcseke és a környező települések legkisebbjei a két csoportszabás új intézményt, amelyet a napokban a több beregi településen is megforduló vitályos Eszter és Tilki Attila a térség országgyűlési képviselője is megtekintett. A látogatás során elhangzott Szatmár Cseke társadalmi, gazdasági és infrastruktúráli szempontból kedvezményezett településnek, egyúttal jelentős munkanélküliséggel sújtott településnek is számít. A jövőben erősödhet a község szerepe, új munkahelyek jöttek létre, a bölcsődének pedig a hátrányos helyzet leküzdésében is fontos szerepe lehet. Ez pedig már a Dankó Pista óvoda általános iskola, gimnázium, szakgimnázium, technikum, szakképzőiskola és kollégium tarpai telephelye. Az intézmény már korábban felvállalta az ukrán anyanyelvű diákok tanítatását saját anyanyelvükön, valamint magyar anyanyelven is. Ez a feladatkör bővült az orosz-ukrán háború 2022. februári kitörését követően, amikor elindult a menekült státuszú diákok tanítatása is. Az elmúlt két évben fontos megoldan vált a térségben a menekülő családok gyermekeinek oktatása. A látogatás során Almási Katalin az intézmény vezetője tájékoztatta vitályos Esztert arról, hogy az idők során egyre több diák jelentkezett a menedékiskolába tanulási szándékkal, így a fenntartó döntés alapján az iskola váltott és alkalmazkodva a speciális helyzethez ukrán nyelven indított képzést. Az iskolában sportedzői, bolti és pénztáros szakmákban tehetnek ágazati alapvizsgát a diákok. Mivel azonban az ideiglenes védelemre jogosult státusz mindössze március végéig érvényes, az állami finanszírozás is addig biztosított az intézmény speciális feladatainak ellátásához. Éppen ezért jelenleg is keresik a megoldást arra, milyen támogatásból működjön tovább a jelenleg is 107 menekült diákot oktató iskola.